A szakmai vizsgák írásbeli feladatsorát május 25-e és május 29-e között írhatták meg a szakképzésben tanulók, ugyanazokkal az egészségvédelmi feltételekkel, mint amelyeket az érettségi során alkalmaztak az iskolák. A nyíregyházi szakképzési centrumon belül közel 1600 tanuló adott számot tudásáról az elmúlt hetekben. Mint azt az intézmény főigazgató helyettesétől megtudtuk, az írásbeli vizsgák a vártnál is jobb eredményeket hoztak, ami bizonyítja, hogy a veszélyhelyzet idején is hatékony volt a diákok felkészítése. A gyakorlati számon kérések éppen hétfőn értek véget. A járványidőszak okozta új kihívásokra, azonban a tanulóknak és az intézményeknek is fel kellett készülniük. Itt általában egy kicsit később kezdtünk az érettségi vizsga miatt, hogy egyszerre ne tartózkodjon bent sok diák az iskolákban. A gyakorlati vizsgákon a maszk viselete az kötelező volt, gumikesztyű viselete megengedett, viszont kézfertőtlenítőszert azt biztosítottunk mindenhol. A terveket azt sűrűn légfertőtlenítettük, vagy légcserésztettük, illetve egy vizsgateremben maximum 10 tanuló tartózkodhatott, azonban ez sikerült a centrumhoz tartozó valamennyi iskolában úgy megoldani, hogy nem voltak többen a vizsgateremben, mint 4-6-an, inkább több termet vontak be a vizsgáztatásba. Az érintkezések számának minimalizálása érdekében úgynevezett demonstrációs eszközöket alkalmaztak a gyakorlati vizsgafeladatok során. Ilyen volt például a fodrász és kozmetikus vizsga, ahol baba fejhelyettesítette a modelleket, de eltérően bonyolították le a pincérek számon kérését is, ahol a vizsgabizottság asszisztált a vizsgafeladatokhoz. A koronavírus járvány következtében a felvételi eljárás és a beiratkozás feltételei is megváltoztak. Előnyben részesítjük az elektronikus beiratkozást, ezt a krétanapon keresztül. A diákok, a nyolcadikos diákok a saját iskolájuktól kapnak belépési lehetőséget a krétának azon felületére, ahol a beiratkozást azt el lehet végezni. Másként zajlottak az orvosi alkalmassági vizsgálatok is. Itt is kiküldésre került egy felvételi lap tulajdonképpen a szülőknek, illetve a diáknak, és ezt visszaküldve állapította meg a doktornő, hogy be kell hívni a diákokat még egy alkalmassági vizsgára. Amennyiben már most szükség volt rá, akkor azt a szigorú óvintézkedések mellett már megkezdték az orvosok. Pivonka Szilvia hozzátette, azok számára, akik nem rendelkeznek interneteléréssel vagy egyéb ok miatt nem tudnak online beiratkozni, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum iskolái előzetes egyeztetés után lehetőséget biztosítanak a személyes jelentkezésre is.